Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Bepillantunk a kártyák világába. Itt látható egy kislány, ez utalhat a gyermekekre, vagy utalhat egy kisbaba születésére. Amit ez a kislány még szimbolizál, az újdonságok, az ártatlanság, vagy egy új kezdet. Itt a halak utalnak pénzügyi dolgokra. Lehet, hogy egy kis pénz jön a házhoz, de jelentik a belső értékeket is. Ez a gyermek értékes számodra, vagy egy új kezdet lesz értékes számodra. Ez lehet egy munkahelyi változás is, hiszen a halaknál pénzről is szó van, és az összefüggésben áll a munkahelyen. A felhő azt jelenti, jelenleg még átláthatatlan valami, vagy jelentheti az időt, fél évet. Azt, amit átéltél fél évvel ezelőtt, ezeket a témákat vagy kapcsolatokat, az most visszatér hozzád. Itt lesz egy új kezdet. Az is lehet, hogy ez a gyermek nagyon értékes számodra, és ad élet örömet, élet erőt. Itt anyagiakról van szó. Egy kis pénz jöhet a házhoz, vagy lehet egy munkahelyi új kezdet. A halak jelentik a belső értékeket is, hogy te értékes vagy valaki számára. De nem mondja még nyíltan ki, hiszen a felhő azt jelenti, ez még minden olyan átláthatatlan, de jelentheti az időt is. Fél évet, mi volt fél évvel ezelőtt, az most visszatér hozzád, vagy a jövőt jelenti, hogy fél éven belül rendezed az anyagi dolgokat, és lesz egy új kezdet. A kártyavetésnél azt szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak valamit, és ha így van, akkor lesz veszteség. De lehetnek ezek félelmek is, hogy te félsz attól, hogy elveszítesz valamit vagy valakit. Ha egy hölgy vagy, akkor te vagy látható ezen a képen. És tedd át magadat a félelmeken. Ha egy férfi vagy, akkor félsz attól, hogy elveszíted ezt a hölgyet. Itt a könyvek jelentik azt, hogy tanulsz most valamit, és ez fontos lesz számodra. Tekints ebbe az irányba. Vagy jelenthetik a zárkózottságot is, hogy ő zárkózott volt a múltban, és az egerek ezt eltávolítják, tehát változik a helyzet, nyitottabb lesz hozzád. Itt vannak még félelmek, hogy elveszítesz valamit vagy valakit. De figyelj egy más irányba, ezek a könyvek. Itt tanulásról van szó. De jelenthetik azt is, hogy az egerek eltávolítják ezt a zárkózottságot és a titkokat, hiszen a könyvek ezt is jelképezik. Itt a virágcsokor azt jelenti,
hogy megvan a szépséged, a nőiességed, ez a kisugárzás, a virágcsokor szerencsét hoz, ez lehet egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. A munkát illetően egy kreatív tevékenység. Újra a felhő jelenik meg, az jelentheti azt, hogy még valami átláthatatlan számodra, vagy jelenti az időt, fél évet. Gondold át azt, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Mert ezek az események most visszatérnek hozzád. Vagy tervezel valamit, ez lehet egy kreatív tevékenység, vagy egy ünnepség, egy meghívás, amire a virágcsokor utal, és fél éven belül megkapod ezt, itt történnek bizonyos dolgok, ami örömteli lesz számodra. De megjelenik a ravasz róka is, és az utal a hamisságokra, tehát azért légy óvatos, és láss át a dolgokon, akkor is, ha itt megjelenik ez a felhő. Amikor döntésekről van szó, akkor is légy óvatos, hogy melyik irányba tekintesz. Itt van a virágcsokor, ami szerencsét hoz. Vagy tekintesz a felhőre, ami olyan átláthatatlan. És ha itt döntésekről van szó, és úgy érzed, hogy nem tudod, hogyan tovább itt a felhő, akkor az egy rossz időpont lenne ezeket a döntéseket meghozni, és akkor ez a ravasz róka neked jó tanácsot ad ebben. Légy türelmes. Ez a kép május hónapra utal, tehát akkor kiderül valami, kivilágosodik valami, és az lesz a megfelelő időpont döntéseket hozni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!